Az a lényeg, hogy minden munkát, illetve előkészítést az önök végeznek, és magát a növényeket, meg az építéshez szükséges anyagokat, azokat mi adjuk. Ez legyen itt teljesen mértékben kigyomlálva, tehát itt nem kell annyira levenni, itt mondjuk csak egy 5 centire vegyék le, legyen kigyomlálva a felesleges föld elvíve. Szárazságtűrő, napfénykedvelő évelőket fogunk hozni, meg díszfüveket, jó? Látunk két ugyanőt, azt valahogy nagyjából így egymás közelébe, és a 30-40-50 centig. Így gyönyörűen kiszedjük a begyökeresedett anyagot, óvatosan, hogy ne szakítsuk el, betesszük, de most itt arra kell odafigyelni, hogy ahol eddig volt a növény talajszintje, később is ott legyen, tehát nem mélyebbre, nem magasabbra. Szépen ráhúzzuk, így megnyomkodjuk, és utána az egész területet elrendezzük, és majd a legvégén öntjük rá a háncsot, jó? Azt gondolom, hogy ha az emberek maguk csinálnak valamit, maguk tesznek, maguk is hozzátesznek bizonyos dolgokhoz, akkor azt jobban megbecsülik, gondját viselik. És itt is látszik, hogy már ez a család teljesen profin előkészítette a terepet. 4 gyermekem közül most az egyik van itt, a Luca nevű nagyobbik lány. Azért tartottam fontosnak, hogy eljön, mert azért ő akárhogy is egy városi lány, bár próbáljuk a természet szeretetre szoktatni, de egyrészt, hogy együtt tudjak vele lenni, mert azért a sok munka mellett kevés időm van a gyerekekre, és másrészt meg azt, hogy ő is lássa, hogy azért milyen szépen lehet itt együtt dolgozni. Az idén költöztünk be a házba, és lettünk zuglói lakosok. 3 gyerekkel nekilágtunk a felújításnak, meg a ház körül szépítkezni, és a feleségem látta a lehetőséget, a Virágzó Zugló programot, és azonnal jelentkezett is. Nagy örömünkre kiértesítettek minket, hogy részt vettünk a programban. A testvéremék házához jöttünk segíteni, ahol kivirágosítják az utcafrontot, illetve majd a hátsó kertrészt is, és ebben segítkezünk így mindannyian. Egy hétig dolgoztunk ezzel, de úgy látom, hogy megérte. A legjobb munka az volt, amikor a fakéket egyengettük el. Szerintem elég sokáig szép lesz még, mert még vigyázni is fogunk rá. Szeretném megköszönni az egész háznak, hogy részt vettek ebben a programban, és különösen azt, hogy ilyen szépen előkészítették, úgyhogy nekünk egy nagy öröm. A Virágzó Zugló program keretében belül akkor sok örömet szeretnék kívánni. Itt vannak a virágok, sok örömet szeretnék kívánni ezeket a növényeket, és hogy bármilyen szakmai kérdésük van a jövőben, akkor, tehát ha jól tudom, akkor tele van szorva a ház kertészmérnökkel, meg ilyesmivel, úgyhogy el vannak látva. A szerszámokat a Fiskász biztosította, a növényeket a Borhy Kertészet szállította, az utcafrontszépítéshez szükséges díszköveket és kiegészítőket a Decostones biztosította. Együttműködő médiapartnerünk az édenkert.hu, a legnagyobb magyar kertészeti portál. Kövessen nyomon ön is a Virágzó Zugló programot a kertész.blog.hu-n, a Facebookon és a virágzózugló.hu oldalon.